akkor, hölgyek, urak, folytassuk, nagy szeretettel. És kezdjünk el tovább dolgozgatni. Ugye? Valaki harcias hévvel hőzöngött velem, szinte, hogy nem mondtam el a téridőt, nem mondtam el a fényt, nem mondtam el, és közben hányszor elmondtam. Azt hiszi mindenki, hogy egy filmbe, vagy két filmbe bele lehet rakni az egész világegyetemet. Jó van, itt jó van, gyerekek, hát langsam. Tehát meg lesz csinálva, és neked nem adtam tulajdonképpen választ az előző kérdésedre, hogy miért van egy ilyen határ. Kicsit mondtam a dárdát, ugye? Nem véletlenül mondtam, hogy a gép órára kell tenni egy dárdát, ami megnyitja a hangkupot, hogy ne törjön le a repülőgép szárnya, mert menni gyorsabban mész, ez a hangkup, ha lassan mész, akkor ilyen. Amikor átléped a hangsebességet, akkor ilyen, amikor már, mit tudom én, kétszeres hangsebességgel mész, akkor már ilyen, aztán háromszoros hangsebességnél ilyen ez a hangkup, tehát ez kup, de ez csukódik egyre keskenyebbre. Tehát ezért már a hétszeres hangsebességnél gondold végig, egy a héthez. Tehát a repülőgép hossza és szélessége között milyen arány van. Tehát, hogy a hanghúp lenne vigye a farkát, vagy a szárnyát, mert ha belesik a hanghúpba, akkor elkezd rezonálni, és puf, letörik bele egy darab, akkor már mindjárt aztán küzdhetsz vele, ha egyáltalán még tudsz katapultálni, mert lehet, hogy így kezd-e forogni, és csak az a probléma, tudod, hogy elkezd őrült tempóba forogni, hogy az összes vér kimegy a fejedből, vagy a lábadból, és szétrobban a fejed, vagy szétrobban a lábad. Azért vannak ilyen kötöző csonka ruhában a pilóták, ugye, mert hogy ilyen rá van szorosan, akik ilyen harci pilóták, nem a csesznával, hanem akik ilyen harci pilóták. Azok nem, azért van ilyen kötöző csonka. Tehát ott is arról lehet szó, ugye, hogy a teremtési kúp a lényeg, tehát arról volt szó, hogy a hang és az idő rokonságot mutat egymással, a terjedését tekintve, de nem egyforma sebességgel terjednek, ugye, hanem az időnek van egy alapvető terjedési sebessége, ezt én egy E-nek neveztem. Azért E, emanáció, kiáradás. Ott még nem beszélhetünk kilométeróráról, nem beszélhetünk, miért nem? Nincs semmi. Mit tér? Hát milyen kilométer, milyen óra, milyen... Még nincsenek ezek, nem létezhetnek, nem is létezhetnek. Van egy kiáradási sebesség, amit aztán meg tudtunk mérni a fénysebességnél, azt is hogy mérték meg először, ugye milyen, hogy lehet megmérni a fénysebességet, nem is volt műszerük. Hát milyen, nem volt még ilyen műszerük. Hát késtek a Jupiter holdak. Kiszámolták, hogyha ennyivel kering, akkor mikor, hol kell tartani neki. És nem ott tart. Hanem késtek, aztán meg elkezdtek sietni. Megint késtek, elkezdtek sietni. Akkor az azt jelentette, hogy akkor a kép, ami onnan jön, a fény, visszaverődött valamelyik holdról, az mire ideér, az ennyi idő, és annyit késik. Nem keveset késik, ilyen negyed órát, mert sokat késik. Tehát a Plutónál 6 órát késik a kép. 5 egész, mit tudom mennyi órát, de nagyjából 6 órát. És ez azt jelenti, hogy Plutó az 6 fényórára van ide. Tehát ha fölrobban az űrhajód, és nézik távcsövelete űrhajódat, még 6 órán keresztül nem látnak robbanást. Mert egy 6 órával ezelőtti képet lát mindig, és majd amikor ideér a robbanás képe, 6 óra múlva, akkor fog te meglátni. És csillagászat erről szól, az egész csillagászat. Köröttem elmúlt évmilliárdok a csendszavához tücsök muzsikál, fülemben pihen meg szép harmóniájuk, aludni indul az urszamajor. Tehát ilyen 18 évesen írtam, vagy 20 évesen. Tehát akkor ilyen gondolataim voltak. Ez a, hogy a köröttem elmúlt évmilliárdok. Tehát amit nézek, az nem a jelen, az csak az én fantazmagóriám, hogy ez a jelen. Téged se látlak a jelenbe, a csillagokat meg még úgy se látom. Tehát a legközelebbi csillagot a nap, ez a legközelebbi csillag, 8 perc késedelemmel látom. Tehát, hogyha valaki egy huncut, óriási kikapná a napot, vagy rátenne egy ilyen kupakot, hogy ne lássad,
akkor azt én csak 8 perc múlva tudnám itt észrevenni. Akkor hirtelen sötét lenne. Mert a vicces orjás rárakott egy kupakot. Há, most sötét lett? Megijedtetek. Igen. Tehát, vagy fölrobbanna, az is 8 perc múlva lenne itt. Milyen jó, van még plusz időnk. A fénye, még az anyaga nem, mert ugye ha szétáradnának rengeteg anyag szétfröcskölne a robbanástól, hát akkor is egy csomó idő kellene. Hát ilyen, de sokkal lassabban mozognak az anyagi részecskék, mint a fény. Sokkal lassabban. Nem 8 perc múlva érnek ide, hanem sokkal lassabban. Tehát van egy ilyen napkitörés, akkor annak az anyagi vonzatai, azok későn érnek ide. Ugye azokat látjuk mi megjelenni a sarki fénybe, hogy a nap által ide köpött mindenféle atomok bele mennek a föld mágneses terébe, és akkor azok fölvillannak is az világít. A vákumban ide köpött, ahol nincs hát, semmi. Ahol, hát ott még majdnem vákum. Nem vákum, de majdnem. Tehát a stratoszféra tetejébe villannak föl, és közben nagyon széles spektrumú fényt keltenek, tehát gamma, meg röntgen, meg mindenféle sugárzást is. Tehát a nagy szépelgésben vagy, akkor azért nem árt, hogyha egy doziméteren is van. Tehát gyönyörű szép egy ilyen függőszerű ízű, egy északi fény. Én egyetlen egyszer láttam északi fényt, méghozzá nagyon érdekes módon déli irányba, Erzsébet felé. 8. kerületben laktunk még, és dél felé volt az északi fény. Nem észak felé volt, dél felé. Tőlünk. Ott lehetett látni, Erzsébet irányába kellett nézni, és ott arra fele volt az északi fény. Be is mondták előre, valami őrült nagy napkitörés volt. Ez a napkitörés is nagyon érdekes, mert ugye azt gondolod, hogy az nagyon káros. Ha a napnak nem lennének anyagi részecskek és sugárzások, sai, a napnak nem lennének kis sugárzásai, akkor nagy bajban lennénk. Miért? Hát, ne, nagyon jó, nincs sugárzás, nagyon jó. Na igen ám, csak hogy ez úgy működik, mint egy légkör. Tehát azok az atomok, amik jönnek a napból, azok úgy működnek körülöttünk, mint egy légkör. Már mindjárt ott van a két vanallenöv, azok alatt keringenek tulajdonképpen az űrállomások, úgy, gyakorlatilag úgy lehet mondani, ez két ilyen övszerűség, egy ilyen furcsa alakú öv, ott van a rajzon, de ezek metszeti rajzok róla, de a lényeg az, hogy ez egy ilyen forgástestszerű, tehát ebben anyagi részecskék vannak, és az űrállomások ez alatt keringenek, jóval, és ezért, mivel alatta keringenek mennek, ezért a sugárzások nem annyira érik őket. Tehát a napból nagyon nagy mennyiségű röntgen, gamma, meg kozmikus részecske sugárzás érkezik a Földre, és ez a veszélyes a Marsnál most. Tehát a Marsra költözésnek nincs, ez egy veszélye, nincs védő légköre, és nincs olyan mágneses tere, mint a Földnek, ami a vanallenövet működteti. Hát először meg kéne érteni a mágnesességet, hogy... Ugye vasni kell magja a Földnek, a Marsnak nincs ilyen nagy vasni kell magja. Bár van valami magja. Van neki magja, de nem olyan, mint a Földé, nem olyan. Hát a fajsúlya is kisebb. Az átlag fajsúlya a Marsnak olyan 3,5 körül van, a Holdé is érdekes. És a Földé meg 5,5 körül. Tehát egy sokkal nehezebb fajsúlyú bolygó együttesen a Föld, mint a Mars. Amellett, hogy sokkal kisebb is, a gravitáció is kisebb. Tehát a Holdon 1/6 gravitáció van, a Marson hát olyan fel akkora körülbelül, mint a Földön. Tehát kétszer olyan magasra tudsz ugrani, de ugyanakkorát csapolc. Miért? Mert gyorsul esem a vissza. Igen. Ugyan ideig tört. Igen. Tessz egy jellőgéper kettőször ténézet, ugye? Uh-huh. Tessék, parancsolj. Nagyon sok ezotérikus beszélgetésben, meg ilyen helyeken megjelenik, hogy itt a Földön van egy ilyen felejtés fájtla. Ez sokféleképpen magyarázzák, de most így eszembe jutott, hogy nem lehetséges, hogy ez csak a súly, tehát a gravitációs súlyával összefügg. Benne van, a felejtés benne van. Tudnék, gondolj csak a velencei ólomkamrákra. Oda bezárták a bűnözőket,
az anyja nevét is elfelejtötte. Egyszerűen csak bezárták az ólomkamrába. Nem csináltak vele semmit. Adtak neki enni, inni, de mindent elfelejtett. Mert az ólom, a nagy fajsúlyú ólom, amiben nagyon nehéz atomok vannak az ólomba, tudom mennyi, 13-6, vagy mennyi az ólomnak. Adj. Tehát jó nehéz fajsúlyú, a higanyhoz közeli, és a, bezárták oda, és ennek a kiáradása, nem a gőzei meg, mert ilyeneket gondolnak, nem kellenek a gőzei, ez teljesen légmentesen el lett zárva. És nagyon érdekes, mert csináltattam egy kísérletet, Kievben voltam ilyen kutatásvezetőként, voltam kint, meghívtak oda, mint szakértőt az őrületeim miatt, mert a mezőelméletben előbbre voltam sokkal az oroszoknál, és ezért meghívtak, hogy hát mondjam el, mert elmondtam nekik, és az a lényeg, hogy ott ilyen biológiai laborok voltak, és ott ilyen sejtenyészetek voltak, és akkor ott elmagyaráztam nekik, hogy mennyire nem mindegy, hogy hol van egy tenyésztő szekrény. Tehát ugye olyan, mint a hűtőszekrény, csak fűtőszekrény. Ebben nem hűtő cucc van, hanem van benne kis melegítő, ventilátor, hogy keveri a levegőt, hogy egyenletesen oszoljon el a langyos levegő, és ilyen 37 fok köré fűtik föl általában, és abban tenyésztenek sejteket. Azért van neki ilyen dupla ablaka, hogy a hülye gyerek ne nézegesse, mint otthon a hűtőszekrény. Belül van még egy üvegablaka neki, mert a hülye gyerek, tudod, beül a hűtőszekrény, és akkor nézzük, mit tegyek. És egy fél órát ott ül, nyitott, persze, de lefagy az egész hűtőgép, mert a pára lecsapodik rajta. Na mindegy, szóval azért mondtam, hogy hülye gyerek, mert nyitott hűtő, nem kivesz valamit, hanem nézegeti. Nem tudja eldönteni, hogy melyiket, mit vegyen ki, hogy tegyen, mit csináljon, szóval szerencsétlenkedik. Na a lényeg, hogy ez a fűtőszekrényecske, nekem volt ilyenem, kettő is, már nincs meg egy se, de mit tudom, nem értett, ki lett dobva, mert nem értett a feleségem, hogy miért szereztem egy hűtőgépet, ami rossz. Ilyen hülyeség, jó kidobatja, mert egy nőnek minden szemét, amit nem tudja, hogy mire van. Az és is, amit tud. Azt is, amit tud, de amit nem tud, az biztos dobja. Na most, mert ki akartam a belét dobálni, és megcsinálni egy tenyésztő szekrénynek. Hát már nincs meg ki ledobva. Tehát, mert hogy fölfűti a fiatalokat, és akkor megvédik természetesen, hogy én csak a szemetet gyűjtöm, megvédik, és akkor dobja kifele, kész. Nem tudja, hogy én miért szedtem ezt össze, valamilyen céllal. Na minden. Tehát a lényeg az, hogy ott volt az, hogy mondtam el nekik, hogy próbálják ki, hogy szerezzenek egy ilyen jólom darabot, ilyen lapcsánkát, ilyen azért, mint egy fasírt, egy akkora ólom darabot, és tegyék rá tetejére a tenyésztő edénynek. Úgyhogy van benne tenyészet, baktérium tenyészet. Tegyék rá tetejére. Nagyon érdekes volt az egész, mert kiirtott a baktériumokat. De csak a baktériumokat? Nem, mindent kiirtott, ami élet. Hát, mindent életet kiirtott. Hát persze. De kiirtotta onnan az életet, de miért? Pedig le volt szigetelve üveggel. A hőmérséklettel semmi baj nem volt. De nem, meg fizikailag előtte, nem volt kontaktus. Előtte melegítettük, előtte bent volt, nem az órákig bent volt abba a fűtőszekrénybe, alulra betettük, hogy ő melegedjen föl. Tehát egy az egybe ilyen lézerhőmérővel nem értük, egyforma volt a tenyészetnek a hőmérséklete, meg ennek a hőmérséklete. Ott már volt lézerhőmérő, most már több is van nekem, de akkor még ez nem volt olyan könnyen elérhető. És a lényeg az, hogy talán rátettük a tenyészet tetejére, kinyírta benne a baktériumokat, meg a sejteket is kinyírta. Persze, mert hogy a hullámtere, egy agresszív hullámtere van, kiáradása az ólomnak, és ezt bevonhatod akármivel, tehát nem az van, hogy persze, mert az ólomat tudom, hogy mérgezel, nem, bevonhatod akármivel, rátettünk így is ilyen bugyit, tehát ilyen gumi, ezért bugyit rátettünk, akkor betettük ilyen tokba, hogy ne legyen semmi baj, tehát ne gőzölögjön ki, ez a lényeg. Mert ott is ezt harcolták, nem! Szigeted le úgy, hogy abból egy atom ne jöjjön ki. Zárd be egy üvegdobozba. Ragaszd össze, csináld meg. Petri csészébe, mit beleteszed.
akkor is tönkretette. Akkor volt egy ilyen problémájuk, nem értették, hogy miért van, hogy a ilyen probléma volt, hogy valamiért az egészséges sejteket is tenyésztettek egy polccal arrább, meg rákos sejteket is. És azok is úgy kezdtek el viselkedni, mint a rákosok. A másik polccal lévő. Ilyen erizeplétben volt, meg mit tudom, szóval, meg petricsészekben volt. Tehát ilyen lapos üvegedény, amiben tesznek ilyen tenyésztő anyagot, amin a sejtek megmaradnak, meg tudnak szaporodni, és akkor az arra összekenik egy steril ezével megfertőzik, úgyis mondhatjuk vele, oda kenegetik, és akkor az ott elkezd szaporodni. Hát így csinálják ezeket a sejtényészeteket. De mi volt a lényeg? Kiirtotta az élő anyagot. Akkor átkerült a rákos sejt, elkezdtek rákos tulajdonságokat mutatni, az addig egészséges sejtek. És akkor jöttek, hogy de ez miért van? Gregory, hát nyilván pravda. Mondom, da, izvösszia. Nem pravda, hanem izvösszia. Mert az nem igaz, azt magyaráztak. Nem mondom, de igaz, nézd csak oda. És mondtam neki, hogy ne tegyen oda egészséges sejtet, ahol rákos sejtet tenyészt, ez az egyik. És a másik az, hogy még a két szekrényt egymástól tegyen legalább 2 méterre. 2 méter? Mi a francnak? Mondom, van az asztalon hely? Van. Tedd el 2 méterre, ne dumálj, tedd el 2 méterre. Megszűnt a jelenség. Miért? Mert az embernek a holografikus terek körülbe 2 méteres. Az emberi sejteknek a holografikus tere is ember méretű. 2 méteres. A büdös minden itt. Hát 180 centi. Azt mondtam, rakd el legalább 2 méterre egymást. Tehát akkor a felejtésfájtla az magyarázható a nagy falsája. A felejtésfájtla az más. Az más? Igen. A földön kívüliek is használják. Megitatnak egy ilyen büdös trutymó löttyöt veled, ilyen nem jó ízű lötty. És ezt megitatják veled, és ettől elfelejted azt is, hogy ők velük találkoztál. És akkor olyan, mint a kicsit olyan, mint az izében, mi volt a Men in Black-be, volt tudod, az a villantos cerka, az ez kifi volt, nagyon jó pofa, nézzétek meg, nagyon jó pofa, lehet jókat nevetni rajta, ez egy ilyen fantasztikus film, de mi volt a lényeg, hogy a Men in Black-be volt ezeknek egy ilyen töltőszerű, az a szerű, és akkor rávillantottak valakire, és akkor azt mondták neki, hogy te erre nem emlékszel, akkor nem emlékezett rá. És akkor belejtett az ott hitott, és kitörölte, hogy mit látott. Nem emlékezett rá egyszerűen. Na, hát ugyanígy lehet, hogy lejöttek a földre, és a földnek nagyon nagy a fajsúlya, az átlag fajsúlya 5,5. Tehát törlő ereje van, mert ugye a lelked az téridő hullámokban őrzi az információt. Nem a sejtek átkapcsolnak, mint egy racsni, meg ilyen nagyon materialista marhaságokat próbálnak az agyműködésre is kitalálni. Soha, sehol, senki nem mondta el, hogy működik az agy. A vegyületeket elmondták, amiket mértek, tapasztaltak. De hogy tárolja el azt, hogy sárga bögre vagy görbe bögre, az soha, sehol, senki nem mondta el. Meg honnan tudja, hogy melyik-melyik? Honnan tudja, hogy melyik-melyik? Mert holografikus az egész. Az egész memóriánk is holografikus. Tehát teljesen más, mint amit itt eszelnek, az egyik, a másik az, hogy nem így zárt. Tehát nem az, itt a koponyámon belül van az én gondolatom, és te már azt, neked ott már cuki, te ott már nem tudod, hogy mi van, pedig bennem ülsz. Hát, hogyha én hullámteret árasztok magamtól, a gondolatom benne van. Hát, benne bizony. Tehát te is bennem ülsz, meg te is bennem ülsz, én meg te benned. Tehát egymás hullámterébe benne ülünk. De a kínaiak is benne ülnek? A föld túloldalán? Kis késéssel. Kicsi késéssel, de azok is benne ülnek. És az a nagyon érdekes, hogy a manipulatív ereje az változik, mert a gömb egyre nagyobb, ugye, ahogy terjed, ez a hullámtér egyre nagyobbra nő. Mire a görbülete csökken. Tessék? A görbülete csökken. Egyre egyenesebb lesz. Hát ha csak egy szakaszt nézünk, akkor igen. Mert egyébként az is gömb, az is gömb. Igen. Tehát én lefényképezek neked egy golyót, meg egy ekkora csapágygolyót, lefényképezek neked,
egyforma nagyra csinálom a Photoshopba, egymás mellé rakom, és nem fogod tudni megmondani, hogy melyik volt a golyóstolva. Mert az egyik egy ilyen milliméteres golyó, a másik meg egy ilyen, vagy két milliméteres, a másik meg egy bazi nagy golyó, egy ekkora nagy csapágygolyó, és mégis egyformának fogod mondani, ezek egyforma nagyok, pedig nem. Mert hogy a gömb az gömb. Tehát ott még nem tudod eldönteni, hogy ez mekkora gömb lett lefényképezve. Ha van, mihez viszonyítsad. És egyébként az egész gondolatvilágunk úgy működik, hogy mindent hasonlítgat. Tehát a eleve az van, hogy a tanulás folyamatában az, amit te már láttál, az jobb, mint amit nem láttál. De kíváncsi vagy arra is. De jobb, mint amit nem láttál, mert ettől már nem kell félni. Én már tudom, hogy a paprikás sirke jó. Ettem belőle, jó volt, és így tovább. De nem kell tőle már félni. Ameddig, nézd meg a gyereket, hogy ameddig nem, kicsi gyerek, egész kicsi, ameddig nem eszed előtte, jaj, nagyon finom, a papa is azt teszi, hú, de jó, akkor ő is meg akarja kóstolni, te nem kapsz. Fordítva működik a gyerek? Ha, neked nem adok, akkor ilyen dühös lesz, hogy ő nem kap, de ő akar kapni. Így működik egy gyerek, és akkor ez persze el lehet játszani ésszel, és akkor nincs probléma, hogy na jó van, most mégis csak kapsz, és akkor na kóstold meg, de csak kicsit kapsz. Anyádnak nem mondd meg. Igen. Anyának nem mondd meg. Szóval ilyenek. És az benne az érdekes, ez mégis működik. Vicces meg jó pofa, nem kezebb görcsölni meg, hanem ezt viccesen kell mindig játszani. És akkor nincs probléma, értjük. Így működik a gyerek. Nem eszik meg semmit, amire nem mondtad neki, hogy jó. Aranyos volt a Boglárka unokám, azt mondták neki, hogy valamit ne egyen meg, mert az még zöld. Azt ne edd meg, mert az még zöld. Valami szilvát vagy, mit tudom, micsodát. Mert miért piros ez a kék szilva, mert még zöld. Szóval azt mondták neki, hogy azt még ne edd meg, az még zöld. Na most ettől kezdve harcosan nem akart semmilyen zöldet megenni. Tehát a salátát se, vagy semmit nem. Ami zöld, spenót, saláta, mi azt nem, a zöldet ő nem eszi, az még nem jó. Majd ha piros lesz, jó lesz. Ez nagyon érdekes. Például csináltak ilyen tesztet, hogy zöld fényen világítják meg a húspultot, senki nem vesz semmit. Oda megy, megnézi, megy tovább, semmit nem vesz. Elég egy kicsi zöldes fényen megvilágítani a húspultot, és senki nem vesz semmit. Megcsináltak ilyen kísérletet, igen. Mert hogy nagyon bolondság, ugye, mert hát a hús zöldes színű, hát az már gyanús, az már romlott. Tessék, bolondság. Az előbb itten beszéltünk erről, hogy hogyan lehet manipulálni egyrészt a gyerekeket, de gyakorlatilag egy ugyanilyen manipuláció van jelenleg a médián keresztül is, tehát ugyanezt mondják el, hogy ezt jó, az nem jó, és... Te így van, és most a már... A buzulás az tuti a üzébe, nincs olyan film, amiben nincs néger, és fehérpáros... Igen, ezt így manipulálnak téged, igen, és nekem semmi bajom se a négerekkel, se a fehérekkel, nekem nem sincs, szól. Csak nem, ez a természetes. Ez már nem természetes, amit csinálnak, nagyon nem. Ezt túltolták a bringát már megint, ahogy szokták, szóval megint túltolták a bringát, és tesztelgetnek téged, hogy meddig kanalazod be az ő hülyességüket, és szinte végtelen. Csak megvan a nagyon jó pszichológusi taktikájának, hogy kell ezt csinálni, hogy te minden hülyességet bevegyél. Tessék észrevedni, a gyógyszerreklámokban megváltozott. Régen nem lehetett, hogy gyógyszerreklámot csinál, te beveszed a gyógyszert. Nem lehetett olyan italreklámot, fényképet se, nem filmet, fényképet se, plakátot se lehetett kirakni, hogy te iszod a valamilyen sört, vagy valamit iszod. Azt nem lehetett kirakni. Ki lehetett tenni egy habzó sört, egy üveg mellett egy üveget, meg egy vigyorgó palit, mondjuk, vagy akármicsodát, ezt ki lehetett tenni, de azt, hogy iszza a sört, azt nem, az tiltva volt. Most meg mi van? Már ott tart a dolog, hogy nekem ez kell. Tehát már önhipnózist nyomják, én ezt szeretem, nekem ez kell, én ezt akarom, már ilyen. Mert megérdemlem, ameddig a szemed alatt nincs a gödör. Tehát ennyi, mert megérdemled. És megetetnek ezzel a marhassággal, és mindenki ész nélkül veszi.
Nagyon taktikus. Nagyon szalámi taktikus. Taktika. Már ez egyfajta hipnózis. Na hát aztán nekem mutogathatják, én tudom azt, hogy hipnózis. De, hát de sokan nem tudják. De sokan nem tudják, és szívlapáttal bekajálják. És mi fogy jobban, ezt nem eszi, mert a másik ellenreklámot csinál, azt is tilos volt régen. Uh-huh. Tudod, milyen? Hát a reklám az már régen is gátlástalan volt, mert megmaradt egy csomó tórium. Marha drágán fejlesztettek tóriumot, és volt tórium. Sugárzó volt, meg veszélyes volt, de valami sok volt. Képzeld el, kitalálták, hogy csinálnak belőle fogpasztát, és akkor az volt a reklám szöveg, hogy sugárzó lesz a mosolya. Keressél rá interneten, még meg is találod. Meg is találod, bizony. Igaz. Képet keresel, és meg is találod. Így van, sugárzó lesz a mosoly. Ez volt a reklám. És a mai napig nem, nincs arról szó, hogy ez hány ember halálát okozta. Meg hogy szájrákot okozott hát hány embernek. A szája kirohadt az embereknek. Igen, úgy van. Ezt vágd be valamelyiket. Annyira mértéktelenül rohadékok, tehát a kapzsiság olyan mértéktelen, nek hogy annyira ki akarnak téged írtani. Az a másik. Hát ezt, ezre talán nem is gondolom azt, hogy ebbe inkább a hülyeség ez inkább ugye, mert nem tudja mi az, hogy sugárzás. A sugárzó arccal jön valaki, az jó. Érted? A sugárzó az arca, az azt jelenti, hogy hát ez csodálatos, ez jó, ez mosolyog, ez drága, ez sugároz, a szemed csillog. Tehát bekajálják ezt a dolgot, és az a probléma, hogy nem veszi észre, hogy néha olyan, mint a Demszki mosolya. Uh-huh. Azt nem veszik észre ilyen. Ilyenség ez a Demszki. Meglátta a riportereket, ilyen ficsorított egyet, szörnyen nézett ki. De nézd meg a felvételeket, nem akarom bántani a Demszkit, hanem ez nagyon csúnyán nézett ki. Na, tessék, parancsolj. Sugárzó a mosolya, meg sugárzó az ember. Most egyik nap leszorított engem egy, én kis motorral voltam, és egy autós leszorított, és nagyon érdekes volt, mert persze dugóba került, megelőztem, aztán megint megpróbált leszorítani. Nem is ez a lényeg, ez abszolút lényegtelen. Ami nagyon érdekes volt, hogy én direkt nem néztem erre az emberre, tehát mellé néztem, és így ugyan 30 fokra a látószögemből szürkének láttam azt az embert. Tehát ez a sugárzó a mosolyom, ez gyakorlatilag ez arra utal, hogy ott az auráját látom sugárzónak, igen. És ilyen anyagi dolgokkal próbálják utánozni. Igen, ez meg akar tölni téged, hogy jó, bemenj az nem, 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 nem megölni, ő csak a... Összetörd a pofádat. Nem hiszem, hogy megölni akart, ő a kis maga világát volt, abban a szürke világában volt. És nem lát ki belőle. Igen, ennyi. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem látod, tudatában voltam. Nem lát ki a visszapillantott tükörből, nem lehet semmi. De én a kérdés az ez, hogy az auráját, én gyakorlatilag én ott láttam ennek az embernek az auráját, a szürkén láttam, mert nem őre néztem, és ez a sugárzó a mosolyat, gyakorlatilag itt azt akarjuk mondani, itt az auráját akarjuk mi sugárzónak látni. Lehet. És igen. Ezt akarták volna a Curie-ek egy ilyen, hát eléggé szadista. Hát a Curie házaspár ugye miért halt meg rákba, ugye, mert a zsebébe hordozta a radioaktív szarokat. Ugye Madame Curie még a zsebükbe hordozta, mind a ketten meghaltak ebben, fiatalon, mert hogy a zsebükbe hordozták a radioaktív szarokat, és már tudták, hogy ez valami sugárzást csinál, de rárakták a fotópapírra, a becsomagolt fotópapírra rárakták, és amikor előhívták, akkor fénykapott volt a fotópapír. Na de akkor megint direkt rátették egy zsírúj fotópapírra, hogy na nézzük. Az is fénykapott. Ó, a mindenit neki. De ha nem tették rá, előhívták, akkor nem volt semmi baj. Ha. Tehát akkor az azt jelenti, hogy ebből jön valamilyen fényszerű dolog, ami átmegy a papíron meg a csomagolóanyagon, a bádogdobozon is akár. Átmegy, de régen azért a lemezes gépek, én még töltöttem olyan filmet, MT-be dolgoztam egy rövid ideig, mint fotós, vagy hogy mondjam, először ilyen asszisztens, aztán pillanatok alatt kaptam egy Linov technikát, meg egy Rolleiflexet, pillanatok alatt beirattak az újságíró egyetemre, amiből aztán semmi nem lett, de okkal, teljesen okkal nem lett, mert hát fiatal voltam, ugye, és ez kis probléma volt. És az a lényeg, hogy ott is
ott is arról volt, szóval ilyen bádog volt, ilyen chic filmnek, ilyen bádogtok volt, leúszható tetővel, és még a Rolleiflexnek volt olyan adaptere, rá lehetett tenni ezt a chic filmet is, és akkor arra lehetett fényképezni. Külön dönthető képsík volt benne, meg mivel nagyon jó kis fényképezőgép volt, tehát ilyen ipari fotónál ugye parallaxis hiba van, és akkor, tehát hogy ne torzítson ilyen módon a kép, ezt úgy javította ki, hogy lehetett dönteni a képsíkot, mert ami messzebb volt, mondjuk életlen volt. Ami közel volt, éles volt, mert csak ha döntötted a képsíkot, akkor avval tudtad szabályozni a filmnek a távolságát a lencsétől, és akkor így bedöntve a képsíkot, egész éles lett, amennyire csak lehetett. Hát most már ugye, már van olyan app a telefonban, már olyan mobiltelefonokhoz van olyan app, hogy lefényképezek egy iratot, egy fehér lapot leteszek. Először is csak az iratot fényképezi le, tehát ide lerakom erre a színes asztalra, és nem látszik semmi az asztalból, kijelöli a négy sarkát, és behozza egyenesbe. És olyan lesz, mint a beszkennelted volna, tehát nem ilyen torz lesz, ilyen trapézos torzítású, hanem lefényképezed, mindjárt fölteszi a képernyőre úgy, hogy kihúzza, és eltárolod, kész. És így ilyen iratot le lehet fényképezgetni úgy, mint a leszkennelted volna. Éppen a jogászunk volt itt, és mutatta, nagyon jó volt. Mert sokat játszottunk Photoshopban, hogy kihúztuk egyenesre, tudod, kellett játszani vele, mert ilyen van. Na most tehát mi volt valami, elakadtunk. Nem akadtunk el. Radioaktív. Mit? Radioaktív. A rádióaktivitásról ugye az embereknek nulla fogalma van. Tényleg, akkor lenne nekem egy rövid kérdésem. Igen. A rádióaktivitás az fény. Az a, igen. Az a, igen. És akkor a egy kérdés... nagyon, nagyon magas rezgésszámú fény. Igazából kiskörön körbe-körbe másolódó. Kiskörön körbe-körbe. Forrás, ami igen. Mozog. Igen, körbefutkálni a fénynek a forrása, azt próbáljuk mondani. Az egyik múltkori előadás. Robi, hogy a fény úgy működik, hogy körbe-körbe másolódik az időben, tehát egy időhurok a fény, méghozzá nem egy időhurok, hanem 8. 7. Nem 8, de a 7. a forrás tűnik el, mert mindig csak időbeli másolatok. És már nem éri oda, a múltja, a képe nem ér oda neki, és ezért csak 7-nél nem szaporodik tovább. De 8 a szimmetriában csinálja. Igen. Tehát akkor ami kérdésem van, az, hogy a fénynél ott megy a forrás is, ami ugyanezeket a kupakokat rakosgatja körbe, és igen. Mi ezt tudjuk érzékelni a szemünkkel, igen. Mondjuk. A rádió hullámoknál csak a kupakok mennek, ott nincs forrás, ami mozog, és ezért van az, hogy bizonyos távolságra, mondjuk a Plutó távolságából már alig-alig fogjuk a Voyager-nek az adását, de azért fogjuk alig, mert ott a forrás nem jön, míg mondjuk, hogyha fényként... Parabolával nyomja a Voyager, mind a kettő. Amíg jó irányba nyomja, addig jó irányba nyomja a parabola, de egyszer nem jó irányba nyomja, többet nem hallok semmit. Akkor vége. Tehát a kérdés az csak ennyi, hogy az elektromágneses hullámoknál ott nincs forrás, ami menne, a fénynél van, és ezért volt az, hogy le lehetett egyáltalán fényképezni magát a fény nyalábot, ahogy végigment a kólás üvegen. Igen. És akkor a kérdés az csak ennyi, hogy az a nagy frekvenciás, tehát az a radioaktív sugárzásnál, akkor viszont az anyaga csökken azoknak az anyagoknak, tehát a tóriumnak, a plutóniumnak. Csökken. Tehát ez miért? Pontosabban nem biztos, hogy az anyaga csökken. A tömege, a fénye. Tömege. A fénye vagy a tömege? A fénye csökken. Ez egy ilyen hiányzik, ugye, hogy a fénye csökken. Tehát az van, hogy a radioaktivitásnál, de akár fölmelegítek egy ebédet, és megmelegítem a levest, vagy az is ugyanaz, igen. Ugyanaz, csak nem olyan frekvenciájú sugárzás sugároz vissza, tehát a meleget adó, a leves melegét adó kisugárzás, az nem veszélyes az emberre, mert te is meleget sugárzol kifelé, még akkor is, hogyha nem vagy meleg, mert hogy igazából 37 fokos vagy, mondjuk 37 fokos lázban égek, és ez a kisugárzás, ez nem veszélyes a többi emberekre, meg az élőlényekre.
De mondjuk elég egy kicsit emelni ezt a hőmérsékletet, már az is veszélyes. Mert egy vett az van. Vedd észre, hogy a szervezet, amikor nem tud reagálni, mert nem működik az immunrendszer valahogy, úgy, ahogy kéne, robbanásszerűen elkezdenek szaporodni a vírusok, vagy az baktériumok benned, valami, akármicsoda, akkor mit csinál kínjába? Megemeli a testhőmérsékletet. Megemeli a testhőmérsékletet, mert azt tudja, hogy ilyen, mit tudom én, 40 fokon már ezek a baktériumok elpusztulnak. Nem kell hozzá 70 fok, mert ugye a sterilizálást úgy csinálják, ugye, hogy a régi pasztorizáló az úgy működött, hogy volt egy ilyen hullámlemez, ami melegítve volt, hogy forró, meleg legyen, nem volt nagyon forró, 70 fokos, és akkor lefolyatták, ilyen rés volt föl, fölöntötték tejjel, folyt ezen a hullámlemezen lefele, azért így ment lefelé a tej, és alul összegyűjtötték, hát fölmelegítették 70 fokra, tulajdonképpen erről volt szó, és ez egy ilyen szabályozott hőmérsékletű valami volt, és akkor ettől kezdve a tej le volt pasztorizálva, ez a pasztorizálás. És a pasztorizálásnál igazából csak annyi az egész, hogy fölmelegíted. De ugyanezt történik a konzerválásnál. Tehát a duszba, amikor eltesz valamit, akkor egy darabig forró, meleg helyen kell tartani. Emlékezz, a nagyanyám még ilyen dunyhák közé rakta a dunsztos üvegeket, és még a tetejére is párnákat, mindent tett, azért, hogy hőszigetelje, ne tudjon hűlni, tartsa melegen egy darabig ez a párna, és akkor ez sokáig így volt tartva, abban minden baktérium eldurrant, kész, elpusztultak, és akkor nem kezdett el megromlani. Mi meg persze, amikor kölykök voltunk, ugye, gombos tűvel jártunk, amikor már nagyon ettünk volna valamiből, kiszúrtunk az üveg tetején a celofánt, már egy lesegettük, hogy jó, van már penészedik a tetején, azt már meg kell lenni, már most azon, meg kell lenni, mert már romlik, és úgy lukaszgattuk ki a celofánt azért, hogy a nagyanyám azért ne vegye észre, nem a közepénél, hanem ügyesen a szélinél, úgyhogy hogy ne nagyon legyen feltűnő, de parányi lukat csináltunk, bement a levegő, meg a penész, meg minden bejut rajta, mert lélegzik, ugye, hőtágul az üveg, hőtágul, nappal fölmelegszik, kitágul a benne lévő levegő, kifújja, este beszívja, ugye, mert lehűl. Megint nappal kifújja, és így beszívogatja szép magán azon a pici lukon is, beszívogatja a penészgombákat, meg az akármit. Mi már készen létben voltunk, hogy az most meg kell lenni, az most már azt a barackot befőtte, meg kell lenni, mert most már biztos, hogy holnapra már ekkora penész lesz rajta, és azt meg kell lenni. Hát kölykök voltunk, de volt eszünk. De értettük ezt a dolgot. Tehát ez a sterilizálás, ez a fejek, hát az átlag fejekből alig. Tehát az, hogy infekció, vagy tehát mindenre idegen szavakat használnak. Mindenre. Higiénia. Most a higiénia nem is magyarosan van leírva, higiénia úgy van leírva, ugye? De mi ez? A kézmosásra azt mondja, hogy higiénia. Hát ez a nagyon jól hangzik, ha mondd azt, hogy kézmosás. Tehát az orvosok mániákusan idegen szavakat használnak, mert attól orvosok. Olyan szavakat mondanak, amit más nem ért. Vagy azt gondolja, hogy nem ért. Hát ugye, de jó. Hát persze egy műveltebb ember érti azt a szót is, hogy higiénia. De az a helyzet, hogy tudom én, megkérdezel ilyen idegen szavakról embereket, fogalma nincs róla. Álma fogalma nincs róla, semmi, nulla. Alapvető dolgokról nem tud semmit, de hát ilyenekről aztán meg pláne. Bólogat, mintha tudná, de nem tudja. Megkülönböztetést, hogy mondjuk. Diszkrimináció. Diszkrimináció. Mondd ezt egy cigány gyereknek, hogy tudod, mi az a diszkrimináció. Nem azt az egyetemet végzettnek, hanem a kiskölyöknek, ilyen 15 éve, 13 évesnek, kérdezd meg. Halvány viola színe elképzelésen. Nekem volt, de elmúlt, igen. Nekem volt, de elmúlt, igen. Körülbelül ilyen. Igen, igen. Igen, mert egyszerűen azt se tudja, hogy miről van szó. Na most ezt durogtatják ezek az okos tojások itt a tévében, meg mindenhol. Hát tudod, azt mondom, én azt mondom, hogy talán inkább próbáljunk olyan hangon beszélni, hogy az emberek megértsék. Nagyon sokan dicsérik ezeket a beszélgetéseket, mert én igyekszem elkerülni az idegen szavakat. Nem azt jelenti, hogy nem tudom,
szakszavakkal is tudok durogtatni, állandóan csak szakszavakat. Olyan bullshit generátorom van, el se tudjátok képzelni. Ilyen szakmai bullshit generátor, ugye neked is van. Tudunk durogtatni. De ilyen bullshit van a tévében is, mit tudom én, Ready Vodafone. Most, bocsánat, hogy azt hiszed, hogy az a proletár gyerek azt tudja, mi az, hogy Ready. Nem igen. Ha csak nem sokat játszik, ha van olyan játékja, akkor, mert ott az kírja, hogy kész van a program, futásra kész, ready, tehát az kírja angolul, tehát próbálnak minket angolra megtanítani, mert az a kultúrnyelv. Hát jó, hát ott tette meg a fene, de hát akkor is. A kanadai magyarok meg a USA-s magyarok küldözgetik nekem, ezt már többször, legalább 10-15-ször elküldték, hogy hogy mondja, vagy mit jelent az, hogy jó. És akkor már 40-féle jelentése van magyarul, és az mind jó angolul. Tehát ez a kifejező nyelv, tessék utána nézni. Hány, vagy azt küldözgetik, hogy hányszor féleképpen tudjuk mondani, hogy megy. Go. Ha. Nem. Andalog. Sétálgat. Mit tudom, 40 vagy 45 féle versben van szedve gyönyörű aranyosan, hogy hányféleképpen mondjuk azt, hogy megy. Ez angolul leginkább csak go. Tehát, jó, ott is vannak árnyalatok, én tudva tudom, de hát azért úgy elkezdtem olvasni angolul a Közszívű ember, nem a, azért a majdnem Közszívű embert mondtam, a Kétértő embert olvastam, megvan angolul, és elkezdtem olvasni, hát mondom, én értem már, hogy miért nem szeretik a szép irodalmat. Mert nem volt érdekes. A Hemingway mondta is, hogy ha tudott volna magyarul, sokkal jobb könyveket tudott volna írni. Aztán szájba lőtte magát, mert nem tudott megtanulni magyarul. Nem biztos, ez volt az oka. Ez miért? Hát öngyilkos lett, mert nem tudta valahogy megoldani a problémát, és kész. Jó, hát ez van. Úgyhogy... Ő ezt az utat választotta. Van még időnk? Van? Ó, még van. Van időnk, mert még van, hát még több, mint egy fél óránk. Úgyhogy, hát valami kérdésetek van-e? Akkor térjünk vissza erre az önmásolódó. Tehát itt, amikor a kupakokat rakosgatja maga elé a fény. Amikor egyenesen megy. Amikor egyenesen. Az egy doppler. Nagyon érdekes, mert ugyanebben, mindjárt hozok elnézést, hogy kimegyek a képből, ajánlom nektek a Filemon Ervin kvantumfizika, vagy a 21. század relativitás emelete, ajánlom nektek ezt a könyvet, azért, mert az Ervin nagyon jókat írt. Föltette a kritikát, tehát rájött, és világosan rájött arra, hogy a felesem igaz vetékedőn utcával nyerne a mai tudomány. Mert hogy hát olyan maraságokat hordanak össze, hogy ihajcsúvaj. Na, itt mutatok egy ábrát. Látszik rendesen valamennyire lejjebb? Uh-huh. Most jó. Na, tehát ezen a Doppler hatás látszik. Uh-huh. Itt. Ez ugye arrafele mozog, erre mozog, és ezért itt torlódnak a hullámok, ott ritkulnak. És nagyon érdekes, mert van ez ebbe a könyvben még vagy két helyen, ezt nagyon fontosnak tartja, mutatom. Látod az ábrát? Uh-huh. Ez viszont a fénysebességgel menő. De mi van aláírva? Hogy nehogy azt hitt, hogy én találom ki. Mozgó tömeg önmagában záródó energiacsomagokat hordasz. Fontosság? Uh-huh. Mit ír itt? Önmagában. Önmagában záródó energiacsomagokat hordoz. Hát ő már tudja azt, amit... Ő már tudja, amiről mi beszélünk. Igen. És azt is tudja, hogy úgy szar az egész vagy a kvantumfizika, ahogy van. Nem itt szar vagy ott, úgy szar, ahogy van. Tele van erőködésekkel, tele van görcsös handabandákkal, tele van egyszerűen nem igaz kijelentésekkel. Az Einstein is, hát tévedett, igen. Az Einstein is tévedett, meg még egy csomóan tévedtek. Jó, hogy az egy szent, tehát megsérteni nem lehet, mert az Einstein az egy materialista szent. De bizony ő is rájön, hogy hát időnként bazi nagyokat tévedett az Einstein, és még keresek benne egy ilyen kijelentést, csak azért is, hogy
lássam, hogy nem csak én vagyok ilyen hülye, hanem még sok hülye van, aki rájött arra, hogy te vagy a hülye. Tehát nem jöttél rá, és aztán mindenki lehűzze magad körül, de közben magad nem jöttél rá a lényegre. Tehát simliskedsz például, itt rájött az Ervin arra, hogy veszek egy szemüveget, mert már naplóbetűket nem látok rendesen, a nagyokat sem. Na, tehát rájött például arra, hogy a Föld közepes átmérője az 12.742 méter, szorozva 10 a harmadikonnak, mert ugye annyi kilométer. És a Föld tengerforgási ideje, az pedig 8 nap, egy nap alatt, az 86.400 szekundum. Az egy nap. Az egy nap, 24. Ezt elosztja egymással, akkor mi jön ki belőle? 147,47 méter. A egyszerűsítések után. Bocsánat, ez mi is? Itt előtte ott van. Tehát rájött a tutira. És ott a piramis, a nagy piramisnak a méretei, mert hogy igazából most a nagy piramis kisebb, mert hogy most 138 méter. Mert ellopták a tetejét. Mert ellopták a tetejét, úgy, ahogy mondod, ellopták róla a követ, meg minden. De azt lehet, hogy ezt parancsra csinálták, azt az ellopást. Lehet, hogy parancsra csinálták, vagy lehet, hogy egyszerűen mértéktelen hülyeségből, mert a Medumi piramint fel is robbantották. Én is. Most... A Medumban van az a ilyen, csak egy ilyen gula, és körülötte bazi sok kőpor van. Tehát azoknak nem kellett temetést rendezni, akik ott lopták a követ, mert egyszer csak fölrobbant körülöttük a kő. Hát gondold el, hogy ennyi millió tonna kő atomokra robban szét, hogy ott mekkora pukkanás van. Tehát ezeket nem kellett ott eltemetni, mert ezeket szétvitte. Szétvitte. Az a Medumi piramis közepén, ott is nézd meg, körülötte kőpor van. Nem homok van körülötte, hanem kőpor. A piramis anyaga teljesen porrá robbanva. Ugye a piramisokat egyébként öntötték, szóval nem köveket hordtak ilyen. Kövek vannak benne közéöntve, mint a betonban nálunk a kavics. Van is róla egy csomó ilyen felvételem, ami teleobjektívvel fönt a francba, ahol nem tudták eltakarítani, meg eltüntetni, mert nem is akarták, tojtak rá. Ott vannak olyan, hogy kilóg, lejött róla a máz, és kilógnak a kövek, amiket beleraktak egy ilyen sablon, ilyen csúszó zsaluszerűbe, csak a fölöntötték valamit rutymóval, öntött mészkő, ami átalakul. Egy nagyon kedves magyar barátom, ismerem, itt is volt nálam. A Jászdi. A Jászdi, igen. A Jászdik is meg... Egy videót is fölrakott egyszerűen. Videót is fölrakott, igen, és hogy kell ilyen követ önteni. És gránitot hogy kell önteni, azt is fölrakta, hogy... Mert hogy ez a két anyag van leginkább a piramisban. És ő megoldotta. Megoldott. Megoldotta azt, amit sok-sok éven keresztül nem tudta. Most rendető okosok nem oldották meg, vagy nem engedik a pályára a gondolatot. Most nem van az interneten, de nem engedik a pályára. Tehát nem fogják az egyetemen sokáig oktatni. Nem, mert ott megvan az, hogy így kell csinálni, ezt kell mondani, és azt kell mondani. Erről lenne egy ilyen kis megjegyzésem, hogy nekünk ez a szokásos reptér történetünk van, hogy valahogyan karban tartanánk. Most eljutottunk odáig, hogy 4 hatóságtól kell engedélyt kérni. Jelenleg, most vagy van március sokadika, és nekünk április, tehát március végéig, március 31-ig be kéne fejezni azt a munkálatot, amit most még csak szóban engedélyeztek. Növényírtásról van szó, tehát. Igen. Tehát ez lehetetlen. Hogyan, mikor akarják, hogy megcsináljam? Hát március... Egy napot se adnak, tehát nem jönnek meg az engedélyek, és ugyanez van itt ezeknél a piramisoknál is, hogy itt addig valahogyan fölülről, gyönyörűen irányítottan, addig csinálják, hogy az egész úgy tönkre megy és nem működik. Úgy van. És ugyanez van most azért a vakcina beszerzés. Ugyanaz van. Vedd már észre, hogy a maga tehetetlen impotens seggfejek vannak mindenhol, tényleg? És döntésképtelen, és nem csinálja meg, nem veszi meg, direkt nem hozza meg. Oda. Szerintem igen. Ezt úgy válogatták. Az alja népét. Ki van tenyésztve. Ki van tenyésztve, úgy válogatták, mint az Isiaszt. Igen. Aki egy véhülye volt,
aki a Európai Unióban... De a CEU Egyetemen... Még mindig ott kavarta, tanított, persze, még érettséggel sincs, tanít, hogy ne. Adnak neki ilyen kamudiplomát, kamuizet, ó, nem tartta sem eddig. Mindjárt olyan okos lesz, ú, tanítani fog. De közben, hát... Nekem ezek a parlamenti izék tetszenek nagyon, ezek a közvetítések. Hogy mondja, az az egy darab, aki éppen mondja az okosságot, és senki nincs, aki hallgassa. De ez nem nevetséges? Hát igen, igen, igen. Hát ezek ilyen... Miért a Gyurcsányné, amikor volt az Európai Unióban, vagy tartott beszédet, és figyeld, üres volt az, ketten ültek abban a bazi nagy teremben, ketten ültek. Rá volt zoomolva a kamera, és akkor egyszer csak csinált egy ilyen nagy totált a kamera. Nagy totált az egész. És üres volt az egész terem. Ennek mondta a beszédjét. De tegyünk. De ő beszédet tartotta az Európai Parlamentben, igen. Igen. És ketten voltak össze, és hátul a francba ült valami. Még ott volt egy, aki vitte, a sofőrje, aztán... Igen, azt annyi. Tehát itt csak úgy mondanám, hogy itt a címe az a, ennek a bekezdésnek, hogy Sántit a fénysebességhez kötött relativitás elmélet. Igen. Mert nem tudta, hogy mitől van a fénysebesség. Maga az Einstein se tudta, hogy nem jó. Na, az egész rosszul van felépítve, és ez így nem fog működni. Lehet tanítani még 100 évig ezt a butaságot, de nem fog működni. És hát ez olyan, mint amikor az Arisztotelész azt mondta, hogy a szívbe futnak össze az idegek. Sokon. És az Arisztotelész azt mondta, még 1500 évig mit mondogatták az orvosok is, és az idegek a szívbe futnak. És amikor elkezdtek boncolni, húzigatták az idegeket, de ez nem a szívbe fut össze. Szívbe alig megy ideg. Hát, lehet, hogy multiplexel van, tudom, de azért nem azért mondom, de hát oda nem megy ideg. És akkor, amikor felfedezték, akkor mondta, hogy kollega úr, aki jöjjön, nézzék meg, hát hogy a szívbe fut, de nem fut össze, nézzék meg, a gerincfelőbe megy, meg nézzék meg, itt van. Jó, látjuk. És ha az Arisztotelész nem mondta volna, a szívbe futnak össze, akkor el is hinnénk önnek. Így működik a világ. Tehát a majomkodás az ugyanúgy megmaradt és kész. És akkor még hosszú ideig. Ugyan, amikor rájött a Semmelweis, hogy kezet kéne mosni, és nem hulláskézzel turkálni a nőkbe, rájött, még utána, hát ugye azok a professzorok, akik rengeteg nőt megöltek ezzel az együgyű hülyeségükkel, hogy a hullák után meg kezet sem mostak, mentek, turkáltak a nők a szülőnőkbe, azt úgy hullottak, mint a fene, és a Semmelweis is úgy jött rá, hogy elment szabadságra, és akkor nem halt meg senki. Akkor én vagyok az okozója, tudod? De ebben volt becsület. Na, a professzorokban nem volt. Hú, kinyírták, lecsarkották, hát persze, kiderül róluk, hogy tömeggyilkosok. Hát annak nem szabad kiderülni. Majd amikor nyugdíjból is már meghalt, akkor még lehet róla majd beszélni, de addig nem. Hát vedd észre, hogy Európában mi történt. Vedd már észre, hogy mi történt. Tehát a tömeggyilkosok közül egy csomó lazán megúszta. A Hitler meg ezek nem úszták meg, de egy csomóan megúszták. Hitlert azt nem tudjuk. Hitlert nem is tudjuk igazából. Hát találtak egy hullát, aki állítólag Hitler, na tudom, ott a jó feleségével. Csak a foga nem hasonlított. Hát ezzel a Hitler történettel is úgy vagyok, hogy foga nem annyira hasonlított meg, hát ugye az Eva Braun az egy zsidolány volt. A neve is mutatja, hogy ez egy zsidolány volt. A Hitlernek a nagyobb zsidó volt. Mert ilyen zabi gyerek volt már az apja is, és akkor így. Tehát gyerekek, szóval ezek mind ilyen handabandák, amiket nekünk itt nagy szívlapáttal meg kéne enni. És én nem azt mondom, hogy az üldözést, ezeket a dolgokat én jónak tartom. Nem. Nem ezt mondom. Azt mondom, hogy mögé kell nézni a történetnek, hogy ki finanszírozta Hitlert. Hol kapta a pénzt, kitől kapta a pénzt, ki finanszírozta. És akkor kiderülnek dolgok, akkor a francba. Mert a Warburg hozta neki a pénzt, ugye egyébként. Tehát, hogy de ki adta neki a lóvét? Miért? Zsákszám hozták neki egyenruhára, meg mindenre. Parancsolj! Itt a
Én azért elolvastam a Hitlernek a Mein Kampf kis könyvét, az egy ilyen 230 oldalas könyv. Érdemes föllapozni az 50. oldal közepét, ha jól emlékszem. Az ellenségről beszél, és ő ott már totálisan leírja. Csak én inkább itt arra térnék ki, hogy 2 évvel ezelőtt nem beszéltünk másról, csak a migránsokról. Most nem beszélünk másról, mint a Covidról. És ez 1924-ben írta, tehát közel 100 éve, 97 éve írta ezt a könyv, ezt a Mein Kampf-ot, és benne van, hogyha akkor lehet hatékonyan irányítani a népet, ha a népnek adunk ellenséget, de csak egy ellenséget maximum, mert különben nem tud figyelni. Már kettőre nem tud figyelni. Kettőre már nem tud figyelni. Így van, és akkor vannak, ez megvan a mai politikában mindenhol. Ezt a média tökéletesen csinált. Nézd meg nyugaton, mi van. Aki sikeres, azt le kell, az Orbán sikeres. Már itten mondták, hogy én ilyen propagandista vagyok meg. Na, bocsánatot kérek, az egyházunkat most kb. 50 millióval károsította meg eddig ez a kormány. Tehát annyira nem nevezhető, hogy perben is állunk. Most bocsánatot kérek. Annyira, már nehogy már én legyek a propagandista. Én azt látom, hogy ki alatt megy lefelé az ország, ki alatt megy fölfelé az ország. Most megint lefelé megy, csak azt nem mondogatják, de látom. De ugye, mert megint több lett az államadósságunk, mert a Covid elvitt a hasznot, mindent elvitt. Nem csak nálunk, vedd majd észre, hogy még mi lesz ebből. Nagyon messze van a vége. Messze van, és nincs is vége. Nincs is vége. Szóval nincs is vége, szóval ez csúnya kifutású lesz. Tehát a harmadik világháború már folyik. A második nem ért véget, az első sem ért már véget. Mert az első és második között is végig folyamatos háborúk voltak a Földön, csak másfelé voltak, de ez nem azt jelenti, hogy nem voltak. Tehát igazából folyamatosan balhé volt. Tehát az a 30 éves háború, az most már azóta 100 éves háború, ha belegondolsz, ugye, mert már 14-ben kezdődött, már 14-ben volt 100 éve. De még mindig nem ért véget, mert a második világháború még itt felfellángol mindenhol. Ugyanazok az erők, ugyanazok a gondolatok, ugyanúgy fölrángol. És vedd majd észre, hogy ha nem működik, akkor csinálnak, rátesznek egy lapáttal, kis benzint öntenek a tűzre, kicsit, tehát úgy csinálják. Azért végignéztem ezt az arab tavaszt. Ez már büdösebbnél is büdösebb volt. Amikor közé lövöldöztek az embereknek ilyen távcsöves puskával, lesi puskások, célba lövöldöztek és kilőttek embereket, hogy pánik legyen. Csak majd ők rendet csinálnak. Hát, mint hogyha Hitlerné ugyanez lett volna. Tudom. Meg most is ugyanez. Meg most is. Kievben is. Ugyanez volt. Tökre. Ott a Krestetikon volt egy ilyen 3 négyzetméteres forradalom. Négyzetkilométeres, na. 3 négyzetkilométeres forradalom. Ott volt. Egyébként máshol járt a villamos busz, minden rendesen működte, jártak dolgozni, minden működött. Hát azért jött egy repülő, ami fölpakolt a Nemzeti Banknak az aranykész tartalékát. Persze. Itt az a kérdekes, hogy azt elvitték. Az itt is elvitték, megsugom neked. Itt is a Nemzeti Bank aranykészletét ugyanúgy elvitték, csak sokkal régebben. Ja. Sokkal régebben. Úgyhogy ez megy. És aki vissza akarja kérni az aranyát, mert elvitték, majd ők megőriznek. Az ette meg a fene, amit ők megőriznek. Ugye. Szerintem már mind a kínaiaknál van. De hát állítok, a CERN-ben most már napi szinten tudnak gyártani aranyat. Lehet is. Tehát most már a technika, már talán nem is csak az aranyketreces tudománynál van meg, hogy napi szinten gyártani. Nekünk is megvan. Csak én nem aranygyár vagyok, de tudom, hogy kell. Most ez valami működő. Yeah. Működő, megvan, hogy kell csinálni. Csak higa is keletkezik vele, meg más is, tehát ez nem nagyon jó. Ki kell szűrni. Igen, hát azt ki lehet desztillálni belőle, mert ugye az amalgámokat ki lehet desztillálni, és akkor elbomlanak higanyra, elgözölög a higany belőle, azt le lehet csapatni külön, tehát fel lehet használni utána, az arany ott marad. Hát az aranymosók így csinálták, hogy ki mosták a homokból az aranyat, mert nehezebb a falsúlya. Akkor lecsorgatták ilyen poszton, fölöntötték fölül, és akkor ilyen posztok voltak lerakva végig, ilyen ekkora posztok végig le voltak rakva, és akkor az ilyen lépcsőzetesen, és akkor folyt lefelé, és közben a posztok közé bent ragadt az arany.
és amikor aztán már jó sok volt benne, akkor azt kicsapkodták belőle, és akkor az utána abban volt más is, és akkor föloldották higanyjal az egészet, és berakták ilyen levelek közé, ilyen vaslemezre, és akkor alátüzeltek, és a higany elgözölgött belőle, és az arany meg ott maradt, ez a sár arany ott maradt. Így csinálták az aranymosók Magyarországon is. Egy aranymosóról tudok, aki még Magyarországon is most az arany. Bizonyos aranyat mosott, bizonyos kanyarokban fölgyülemlik az arany. Tehát a folyó bizonyos kanyarolataiban gyűlik föl, aki ért hozzá, az tudja, hogy na itt kell nézni, mert itt. És akkor mind, meg is találja, egy kicsit megnézegeti az iszapot, igen, itt van benne. És akkor azt lapát összegyűjti, lefolyatja, megcsinálja. Ott van folyóvíz, tudja folyatni, nem kell vízcsapot rendelni hozzá, mit tudom, mert folyatja a folyóvizet, és akkor abból kimosogatja az aranyat. És el lehet adni, megveszik az aranyat. Tehát most itt is van Magyarországon, hát ilyen nem egyszerű. Azon gondolkoztam, valaki küldött is rá egy megoldást, hogy kéne csinálni valami speciális aranymágnest, és akkor ilyen vakond összegyűjteni a folyókanyarulatban az összes aranyat, és akkor az jó lenne az országnak. Ilyen gondolkoztam. Valaki küldött is egy megoldást, sőt, az benne az érdekes, hogy ilyen nagyon extra erős mágnesekkel minden szart összeszednek folyókból, tehát így dobálják, húzgálják a nagyon erős mágnest, és akkor kivesznek ilyen eldobált géppisztolyt, meg Stukkert, háborúból, ott van, meg ilyen mindenféle bádok darabokat, meg mindenfélet kiszednek, robbanóanyagot, bombát, mindent kiszednek. Nem veszélytelen sport, ugye ezért. Hát, nem, mert az talán... Jó, tehát elég hosszú a izé, és elég jók a reflexeid, akkor időben lehasalsz, hogy ne találja meg a reflexek. Szóval. De azért ott kellenek a reflexek, tudod, hogy attól függ, mit fogsz ki. De Angliában is láttam, mert külön sportolók vannak már, akik ezt csinálják, rendszeresen ezt csinálják. Ez a hobbiuk. Tessék, pancsa. Volt egy ismerősöm, akinek az apukája csinált egy tenger alatt járót, tehát Budapest mellett csinálta, és hát jobb híján ezért a tenger alatt járóval fölment egészen Németországig a Dunán. Nem lefelé ment, és német határőrök kapták el, hogy határt sértett. És ez igaz? Igen. Hát azért is jártak, a koreaiak csináltak ilyen műanyag tengeralattjárókat, Korea, Észak-Korea, és akkor átjártak Dél-Koreába kémkedni. És... Ilyen műanyag tengeralattjárók voltak. Szóval nagy merülési mélységet nem tudja, a tengeren átment, és akkor ott úgy mentek át, meg úgy mentek vissza. Igen, hát ugyanezt csinálják most a kábítószer csempészek, tengeralattjárókat csempészik a kábítószer. Meg lehet csinálni. Hát ha igazi, nehéz elkapni, nagyon nehéz elkapni, mert nem bármikor egy ilyen vashajónak az aljára, bármikor mágnesre föl lehet tenni valamit, azt jól van. Átnézhetik, úgy kutathatják, hogy mint az alján van, az kész. Az. Most már olyan zsákokat lehet csinálni, hogy nem ázik be, nem, hát az már sem eddig nem tart. Vannak nagyon erős ilyen zsákok, jól záródik le, jól zárod. Abba csempészgetik. A Tiszán is csempészték Ukrajnából a dolgokat sorba, cigarettát, mindent. Tiszán húztatták lefelé, csak egy kis bója, mint egy ilyen kólásüveg, vagy valamilyen kis semmire való úszott lefelé, csak egy spárga volt, vagy damil volt rákötve, és akkor annak, ha valaki figyelt és értett hozzá, akkor látta a mozgásából, hogy ez húz valamit. Tehát, hogy ez mögött jön valami cucc a fenéken. És ilyen kis bóját fölkötöttek. Tehát mondjuk az egyik kólásüveg a szemét lehagyta, a másikat tudod, és akkor abból lehetett tudni, de ez rá van kötve valamilyen csomag, mert ez azért megy lassabban, de húzza azt a nagy csomagot. Tehát a határőrök se hülyék, és azt kiszúrták. És akkor ilyen úsztatnak lefelé, ilyen kábítószert, cigarettát, Ukrajnában nagyon sok cigarettát csempésztek át. MSZP-s fő, okos tojás is. Megbukott vele. Mert ő diplomata, aztán mégis bebukott. Na jó, tessék parancsolni. Hát egyébként a média ezt a vonalat is rettetesen kihasználja, mert most például a valamelyik sorozatban pont ilyen lejáratásként
Igazándiból ez nem csak most, ez mióta sárkerepülés. A sárkerepülés az mindig negatívként jelenik meg. Tehát, hogyha valami lezuhan, leesik valami, akkor mindig megjelenik a médiában. Valamiért, én egy kicsit az érzésem, hogy a repülés maga, de a sportrepülés az tutira egy ilyen lejárató. Igen, mert nehéz kézben tartani a sportrepülést. És nagyon félnek tőle a hatalmaskodók. Most mit tudom én, be tudok fényképezni egy valakinek a házában, most mondjuk egy teleobjektívvel fölülök a te sárkányrepülődre, a hátad mögé, és egy ilyen kis ügyes teleobjektíves géppel telefonra rá lehet rakni egy ekkora teleobjektívet, és úgy tudok vele fényképezni, hogy abszolút éles képeket tudok gyártani valakinek az udvaráról, a házáról, stb. Vagy a kiparkolnál a kocsi, még a rendszámot is szépen le lehet olvasni. Hát ugye, és akkor ilyen drónokkal is csinálták ettől. Ezért fostak a elvtársak nagyon a drónoktól. Nem tudtak vele mit kezdeni. A műholdvevőkkel is nagyon be voltak gyulladva, én emlékszem rá. Be akarták tiltani a műholdvevőket, meg mindent kipróbáltak talán. Mondták neki, hogy de hát a padlásra be lehet rakni, csinál egy ilyen ponyvát, aztán valamit, azt jól van. Te nem fogod észrevenni, hogy ő nézi a... Hogy a zárt udvarba betesz egy műholdvevő parabolát az udvarra. Nem kell azt a tetőre fölrakni. Hát most miért fontos az nekem, hogy 5 méterre vagy 15 méterre közelebb vagyok a műholdhoz, ami 38 ezer kilométerre van, vagy 36 ezerre. De most, ha 5 méterre közelebb vagyok, számít a rossz számít, de hogy számít. Tehát, mert ilyeneket képzelegnek embereknek, fogalma nincs neki, azt hiszi, hogy mert a rádióvevőn, tehát az magasra kell rakni, ezt nem kell, földre is le lehet rakni a kertbe. Mondjuk van egy ilyen körbeépített telek, azt ott beteszed az udvarra, azt jó. Hát kintről nem látszik, hogy ott van az udvaron. De meg voltak gyulladva, mert majd nyugatról bújtanak minket, tudod, az volt, hogy majd nyugatról nézzük, hogy nagyon be voltak szarva izével is, hogy a Grácot nézték Balatonon, meg Sopronban, meg mitől Grácot nézték. Tehát sokan tudtak már németül is, akkor jöttek a német turisták NDK-ból is, meg NSK-ból is, ugye, ott volt a családi találkozó, akkor kivettek egy ilyen házat, tudom én, akkor volt ugye már Grácra volt antenna, de 5 és feles hangja volt, nem 6 és feles, mint a magyar adásnak, 5 és fél megás hangpadja volt, nem 6 és feles hangpada, és akkor arra gyártottam én ilyen 11 megás oszcillátort, ami nem jelent meg a képen se, a 7 meg a fölött már nem volt zavaró, és akkor nem jelent meg a képen se, de át lehetett konvertálni, hogy ez a 6 és feles hang is vegye. Tehát ezekkel csináltuk ilyen volt ilyen 5 és feles piezo, és azzal csináltuk, olcsó volt, és azzal csináltuk, és azzal lehetett oszcillátort is csinálni, és nagyon jó működött. És akkor behozta a keleti hangot is, meg a nyugati hangot is, és akkor jó volt. Tessék, maradság! És akkor kicsit most már kezdünk végszóra lenni. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy a beszéltünk mi mindenről, hogy minden hazugság gyakorlatilag még az ellenkezője is. És azt kéne valahogyan kihangsúlyozni, hogy igazándiból a kiút az valamilyen szinten az, hogyha mi, mint magánember megtapasztalunk mindent. Tehát igenis csinálunk egy olyan oszcillátort, csinálunk egy olyan akármilyen élményt, megéljük azt, amit szeretnénk, nem azzal foglalkozunk, nem élményként éljük meg azt, amit a tévében elénk raknak, vagy akárhol YouTube-on, akárhol elénk rakják. Azt a moslékot. Hanem igenis éljük meg azt, hogy görkorizzunk, éljük meg azt, hogy kimegyünk a természetbe, levegőzünk, de még az otthon léted is. Ugyanaz. Meg beszélgetünk a gyerekekkel. Igen. Nem önmagunk vagyunk nagyon fontosak, hanem beszélgetünk a gyerekeinkkel, hogy a gyerekeink okosabbak legyenek. Ez fontos. Beszélgetni kell vele. A feleségeddel is beszélgetni kell, mert aztán, ugye, ha nem beszélgetsz vele, akkor utána baj van. Hát a Békásmegyeren elkezdtem beszélgetni, hogy öngyilkosok lettek a nők, ugye, de miért? Mert azt képzelték, hogy most már minden fenékig tejföl lesz, aztán kiderült, hogy a férje látástól Mikulásig 3 munkahelye volt, hogy ki tudják fizetni a sokkal több kiadást, mint ami addig volt. Mert addig lakott egy ilyen proli lakásban valahol, 4 kerbe vagy 8 kerbe, és akkor fizetett, mit tudom én, 42 forintot vízdíjjal együtt. Ennyi volt a lakbére. Na, és akkor ettől kezdve meg beköltözött Békásra, és 2400 lett a lakbére.
Ha igaz, hogy abban benne volt a gáz, 24 forint volt a gáz. Annyit használtam, amennyit akartál. 24 forint volt a gáz, ilyeneket találtak ki. Aztán benne volt a tévé, meg a víz, meg a meleg víz, meg a csatorna, ezek benne voltak ebben a 2400-ban. Na jó, de összesen keresett 3500-at, úgyhogy hát ez nem volt egyszerű. Mind a kettőnek dolgozni, kényszeresen dolgozni kellett, de az asszonyok otthon voltak a gyerekekkel, a Pali meg három munkahelyet vállalt szerencsétlen, hogy valami pénzt, ne halljanak éjjel, valami pénzt hozzon haza. És akkor az asszonyok még ráadásul elkezdtek unatkozni, tudod, és akkor elkezdtek piálni. Nagyon, nem kicsit, nagyon elkezdtek piálni. Részegesek lettek, de nagyon. Egymással összejártak, és egymást hűítették, úszították, hűítették minden, akkor kidobálták a férjeket, utána nem bírták anyagilag persze, mert azt gondolták, hogy majd kidobjuk ezt a hülyét, vagy kidobjuk innen, és akkor majd nekünk milyen jó lesz. Hát igen, de nem lett jó, nem tudott semmit kifizetni, tehát fél Békásmegyért tartozott a lakbérre, ezért, ilyenekért. Tehát agyilag nem, zokni volt, nem értette meg, hogy mi lesz, ha kidobja a férjét, aki hozta a lovét. Mert az egy felesleges ilyen, volt ez a feminista bolondéria, ilyen férfi gyűlölő bolondéria kezdődött. Hát már az én nagyanyám idejében elkezdődött, az már nem most kezdődött. Az is kidobálta a férjét, meg ugyanúgy. Hát szóval igen, aztán utána persze nem volt miből élni neki, mert azt képzelte, hogy majd így lesz, meg úgy lesz. De hát tudod, már három gyerekkel, 50 évesen már kevesebb olyan gazdálatot találsz magadnak. Szóval, aki eltart, meg etett, meg minden, még kedves is veled, meg még beszélget is veled. Na, mit tudom én. Nem beszélgettek, már olyan fáradt volt szerencsétlen Pali, mire hazaért a három munkahelye. Ott futkározott egyikből a másikba, elment reggel, visszajött vaksötétbe, még nyáron is, tehát szétdolgozta magát, azért haltak 55 évesen a férfiak, miért haltak? Mert egy perc pihenésük nem volt, és ha hazaért, akkor még a felesége olyan volt, mint a felhúzott csúzli, tehát az összes problémát a gyerekekkel volt, a pénzügyi probléma volt, bár azt így rázudított a pofájába bele szerencsétlennek, hogy leült volna legalább 5 percet pihenni, hogy most ülök 5 perc, nem lehetett. Azonnal kellett, abban a másodpercben, hogy kinyitotta az ajtót, már ott zúdult rá minden, hát ebbe belehaltak sokan, igen. A nők meg néha rájöttek arra, hogy hát, azt képzeltem, hogy majd nem lesz ott az anyós, aki mindig hallgatozik, és most majd olyan jó lesz az ágyban is, meg mindenhol, hogy hú, most már nagyon jó lesz. A szerencsétlen férje meg rohangált. Tudom, tévészerelő voltam a lakótelepen, hát nem láttam volna mindent. Akkor azt mondom, hogy hát, ezt beleképzeltem. Nem! Így láttam egy az egybe. És hát volt, amelyik meg mesztelen nyitott ajtót már, mert annyira ki volt már ilyen. Hát most erre mit lehet mondani? És nem hülyeskedek, halálkomolyan. És nem egy ilyen volt, mert volt egy bolond van. Nem. Legalább 40 ilyen volt a pályafutásom során. 40. Aki tök mesztelen nyitott ajtót. Szóval ilyen. Mert nyár volt, és melege volt, és mit tudom én szóval. Egyébként ezt most is megy. Tehát, nekem mondod. Én futárkodom, és nagyon érdekes, hogyha este 9-10 körül viszek ki valamit 11-kor, akkor ilyen nekem nem ritkán van. És olyanok, hogy hú, azt mondom, hogy nem rosszak. Bizony. És hát a férfi vagy, akkor dörszíven egy kicsit fened. Könyörgök. A férfi vagy, mert itt arról van szó, hogy én lelkész vagyok, de, hát nem, de hülye azért nem vagyok, bocsánat. Tehát azért a nőket is szerettem mindig, tiszteltem és szerettem, nem volt arról semmi, én nem szólnám le, hanem azt, amikor hülyeséget csinál, bárki férfi vagy nő, azt én látom. Hát mondom is neki, hogy ez így nem jó. Mert ezért nem lesz jó, és nem is lett jó. Aztán később jön hozzám, hogy de igazad volt, mondom, most már megette a fene. Hát előbb kellett volna valamit csinálnod. Itt vannak a bajok. Tehát az emberek készületlenek az életre. Gyereket nevelnek a szülők. 25-30 éves, azt figyelj, nem tud egy rántottát megcsinálni. Szüleivel él. Mert a mama szállodában mindenki nyalatják a següket, és mama szállodában. Nem minden fiatal ilyen, félre ne értsél, mert van, aki nagyon igyekszik, csak nincs hová költözöm, mert annyi pénz nincs. Olyan is van. De van, akinek volna, de nem. Mert ő mama szállodázik, úgy kényelmesebb, és akkor fölvisz néha egy nőt, aztán jó van, el van intézve, vagy fiút fölvisz, mama szállodáznak, mert egyetemre járnak. Azért van most ez a kreditrendszer, ezért
ugye milyen ciki, ugye, hogy régen 4-5 év alatt elvégezték a fiatalok az egyetemen. Megkapták a diplomát 4 év vagy 5 év alatt. Rezidens, mit tudom, még volt neki 1 év. De szigorlónak hívták akkor még az orvos egyetemen. És akkor még volt neki 1 év ilyen gyakorlati év, amikor aztán elmehetett már orvosként dolgozni. Na de mi volt? 4-5 év alatt befejezte azt viszlát, nem nagyon buktak. Azok már lemorzsolódtak. Nagyon buktak. És akkor a szülők fizették, na de 24 évesen már kijött az egyetemről legkésőbb. De 23-24 évesen. Most 32 évesen még mindig egyetemre jár. És nem, és eltartatja magát, és ruháztatja magát, és, de ő neki jár a szórakozás, mert fiatal, erre adjál apám 5000-et, mire 3 is számolok. Szóval ugye így működnek. És ebből aztán bajok vannak. A szülők részére is nem tudják, hogy megszakítani. Mert látják, hogy életképtelen. Tehát az benne a pláne, hogy közben nagy arc meg minden, de életképtelen. Hiába jár egyetemre, a gyakorlati élethez semmi köze nincs. Gyerekek, orvosoktól legalább a körünkben legalább 40-50 orvos van. Orvosok. Az egyházunkban orvosok. Különféle orvosok, kutatók, orvoskutatók, minden van. És az benne az érdekes, hogy alapvető dolgokról nincsen semmi elképzelése. Tényleg alapvető dolgokról semmi elképzelése nincs. Így nézek, tényleg te orvos vagy, hogy a faszba kaptál te diplomát. Tehát biológiából sincsenek elképzelései. Egyszerűen az ökörségeit gondolják, és halál komolyan gondolja. Két biológus csajjal beszélgettem, és a két biológus csaj erősen állították nekem, hogy a nőknek a menstruációja azért marad el, mert a gyerek azt teszi. Ezek biológusok voltak. Biológus hallgatók, harmadévesek voltak. A nagyanyám azt mondta, hát jó van, a nagyanyád nem nagyon sokat tudok biológiából. Nagyon rendes asszony lehetett, ott tudott főzni, sütni minden, rendesen ápolta a családját. Ehhez nem értett. De ehhez már nem értett. De ezt tanította. De helikoptert se tud mindenki vezetni. De erről beszéltem, hogy ezeket meg kell tapasztalni. De azok a nagyszülők még megtanították a gyerekeket az életre. Bármilyen hülyén hangzik, hogy az öreg papa elvitte a kuplerájba a 18 éves fiút, volt nővel. Aztán majd ő eldönti, hogy milyen nőt akar, meg hogy akarja, meg mit tudom én, de már nem ilyen akszűz, hülye gyerek, hogy álma nincs, hogy egy nő, milyen lehet egy nővel az ágyba lenni. Lila ködjen is róla, fantáziának össze-vissza, a nők is. 40 éves, azt még nem volt férfi van. Jó. Most már mindegy. Ja, most már mindegy. Most már babis hús, mondja a cigány gyerek. Tehát ez ennyire félre van nevelve, nem tudok más mondani. Tehát nem tudja, hogy a Holdon van gravitáció, vagy mit tudom én, 30 évesen. Tehát a tananyagba is minden szart belesűrítettek, nagyon sok mindent, mindent lepuskáznak, mindennel levizsgáznak, de holnapra nem tud belőle már semmit. Holnapra. Nem tudja, hogy a Föld a nap körül kering. Nem tudja. Nem tudja, hogy forog a Föld. Látja a Vénusz lenyugodni, és azt mondja, hogy UFO. Mondom, Vénusz. Érted? De nem, mert az UFO megy lefele. Mondom, bogárkám, forog a Föld. Mi az, hogy forog a Föld? Hát mondom, forog a Föld. De hát lemegy, hát megy lefele az UFO. Mondom, nem UFO, az a Vénusz. És majd nézd meg, holnap is ugyanígy fog lemenni. Nem, egy kicsit adő. Kicsit arrább mindig, igen, de egy kicsit arrább, igen. De úgy le fog menni holnap is. Egyszerűen nem tud semmit a kozmoszról, nem tud semmit a dolgokról, az atomokról, a világról, a saját testéről, semmiről semmit. Na most így, ezért van érettségje. Milyen érettségje az ilyen? Tehát már az alap dolgokat sem tudják. Mert van a tudás, és van a tananyag. A tananyag az gyűlöli. Fiatalok igen nagy része gyűlöli. Tehát abban a másodpercben nézd csak meg a kukákat a vizsgák után, hogy tele vannak tankönyvvel. Gyűlöli, dobálja kifele azonnal. Nem olvass el még egyszer, most már nem kötelező módon, mégis mi van ott leírva valami a dolgokra. Nem olvass el.
nem olvas el semmit, nem tud semmit, de mert kötelező, és akkor nem tud semmiről semmit. Tehát a nem véletlen érdemes megnézni azt, amit fölvettek az egyetemeknek a kampuszaiba, tehát a bomba írva, milyen volt az a nagy egyetemista teszt írva, a keresőbe érdemes megnézni. Van vagy kettő, érdemes megnézni őket. Sorba járták az egyetemek kampuszait, a parkba ott az egyetemeknél, és alapvető dolgokat kérdeztek, szóval nem durva, sunyi kérdéseket, alapvető kérdéseket. Nem tudott rá válaszolni egy csomó fiatal, nem semmire. Olyan marasságokat mondtak, tehát, és ez most sincs másképp, még romlott a helyzet azóta, nem javult, hanem romlott. De, tehát az, amit én elmondok, azért van ilyen köznyelven elmondva, pontosan, hogy azok, akik ezt megnézik, és azért most már köszönöm szépen, hogy ennyien nézitek, mert hogy most már lassan átlépjük ugye a havi 100 000-nél több a letöltés, ez jó, mert akkor nézegetik és gondolkodnak. Mi olyan dolgokról is beszélünk, amiről soha sehol nem hall. Mi arról is beszélünk, mert itt mármit meg lehet kérdezni. Hát persze olyanokat írkál nekem, hogy mit tudom, ha pisálok, az is kiáradás, meg mit tudom. Most írt valaki egy ilyen, válaszoltam nekem. De szóval lehet kérdezni, tehát ezek néha filmeknél, ha feliratkozol, be lehet lépni, lehet kérdezni. Ha durváskodsz, ha káromkodsz, ha szemétkedsz, ha anyázol, ha bármi ilyen van, kidobunk, bocsánat. Ez egy baráti kör, itt lehet beszélgetni, de hogyha durváskodsz, tehát csúnyán beszélsz, csúnyán, mindig csak a durvaság jön kifelé belőle, akkor bocsánat, akkor az ki van dobva, mert ez egy nem olyan, hogy úri baráti kör, de azért egy békés családi jellegű kör, és ott az anyáddal se beszélhetsz úgy. Ugye? Mert jó szájon vágott, hogy csúnyán próbáltál beszélni, nem? Hazamentél a suliból, aztán megpróbáltad, de aztán kaptál egy flemmet, hogy ezt nem kéne. És akkor rád szólt először szépen, aztán már nem hagytad abba, akkor már kaptál is egy flemmet. Jó kis makarenkölyű, amit a mama adott, az jó volt. Hát innen folytatjuk a jövő héten, ha van valami kérdésetek, akkor írjátok, kérdezzétek. Lehet kérdezni különböző témákban, tényleg szinte minden témában. Politikát azt ne kérdezzetek, már megvan a véleményem a vírusokról, megvan a véleményem a politikusokról is, de attól ne kérdezzetek, mert ilyen napi politikát az azért nem, mert én nem politikai fórum vagyunk itt, hanem mi tényleg a gondolkodásról tartunk egy fórumot. Olyan témákról lehet benne űrkutatást, UFO-kutatás, mit az lehet benne, de nem lehet benne akármi. Tehát amikor már ilyen maraságokat told össze, akkor már ez nem jó. Az 1%-ot az pedig a 0640 technikai számra küldjétek, az az egyházi 1%, amit egyébként az állam lenyúl, úgyhogy tegyétek csak bele, legalább valami hasznosat csináljátok már végre, és a tábor meg, hát gyakorlatilag megtelt, a tábor anyánál föl lehet iratkozni, 0613882463, föl lehet iratkozni a táboranyánál, de már minden felelősség nélkül, mert csak akkor tudunk már valakit fogadni, hogyha a felső tábort még megkapjuk, az Jászberény önkormányzaté nem tőlünk függ, ha kiadják nekünk, akkor jó, ha nem adják ki, nem. Tavaly nem adták ki. Úgyhogy hogy lehet, hogy most kiadják, ha kiadják, akkor ott is lesz tábor, oda még akkor befér, vagy 80 ember, 60 ember, valahogy befér, faházak, mindenhol faházak vannak, és hát egész tűrhető jó kaja van. Voltál táborozni már? Nagyon jó kaja van, most nagyon jó főznek, tényleg nagyon jó, nagyon finom torta is volt, mert volt ilyen tortát is csináltak, nagyon finom volt. Nekem ott a születésnapi tortámat hozták, yeah. Hát most már a 77. születésnapom után lesz ez a tábor, július 12-től 18-ig. De tudni kell, hogy ez attól függ, hogy akkor milyen lesz a helyzet. Azt majd akkor tudjuk meg. Én nem akarunk senkit átverni, ez a 42. tábor. Hát ezen már azért lehet látni, hogy ez működik, és Nagyvisnyón lesz ez a tábor, a Boróka táborban.
ez nem a miénk, ezt csak kibéreljük, és ez egy önköltséges tábor. Kibéreljük, kifizetjük az ebédet, ebédlőt, az eladó termet, mindent kifizetünk, aztán rendben van. És akkor ott szoktunk lenni, nagyon jó családos tábor, gyerekekkel is szoktak lenni mindig, öregek, egészen a fél évestől a meddig, a, hát a 80 évesig mindenféle szokott lenni. Emberek és asszonyok is, és mindenki, és jól érzi magát mindenki. Mindig sírnak a vállamon, amikor haza kell menni, mert ez egy erdő közepén nagyon jó levegő van, ott a patakot csörgedezik, nagy nyugalom. Nagyon, a béke legjobb helye, nagyon jó. Köszönöm szépen a figyelmeteket, jövő héten, jövő vasárnap megint figyeljetek. Szét szoktam küldeni, ha feliratkozol, akkor kapsz egy értesítőt, én fölteszem a YouTube-ra, és akkor utána a Facebookon is szétküldöm, meg a Twitteren is szétküldöm. Tehát azon a kettőn, meg még fölteszem a Pinterestre, vagy mit valahová. És az a lényeg, hogy ezen a kettőn szétküldöm, az egyik inkább Amerikába megy, sokan nézik az amerikaiak is, a magyarok, és sokan nézik a magyarok is persze, nagy részben itthonról nézik, de sokan nézik Németországból, Ausztriából kevesebben, Németországból sokan nézik, Angliából sokan nézik, Amerikából is elég sokan nézik, de például Afrikából alig. De vannak ott is magyarok, vagy mit tudom én, Óceániából is nézik, és kapok onnan is leveleket. Köszönöm a figyelmet, innen folytatjuk jövő héten.